abban az időben, amikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak. Másokat megszabadított, mondták, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a messiás, az Isten választottja. Gúnyt tűztek belőle a katonák is, oda mentek és ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat, mondták. Felirat is volt a feje fölött, ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta. Nem te vagy a messiás, szabadítsd meg hát magad és minket is. A másik rászólt. Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó jutalmát kapjuk. De semmi rosszat sem tett. Aztán hozzáfordult. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel. Ő ezt válaszolta neki. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ha ő a messiás? Ha. Hol is találkoztunk ezzel a feltételes mondattal? Jól emlékeztek? Jézus megkísértésének jelenetében, amikor 40 napos lelki gyakorlaton Sátán megszólította Jézus. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. Továbbá, amikor arra csábította Jézus, hogy vesse le magát a templom párkányához. Ha Isten fia vagy, vesd le magad innét. A lélek tudta, miért kellett kimenni a pusztába, és 40 napig böjtölnie, imádkoznia. Erre a pillanatra a kereszten készítette fel őt már akkor, amikor még az ismeretlen szomszéd volt egy közülünk. Nehéz pillanatainkban nagy a kísértés, hogy kikerüljük valahogy, akár minden áron is, a megpróbáltatást, a kísértést, a szenvedést. És ha az a foglalkozásunk, hogy másokat segítsünk ebben, legyünk lelkészek, lelkivezetők vagy akár pszichológusok, nagyon nem esik jól, a szemünkre hányják, a saját problémáinkkal sokszor sikertelenül viaskodunk. Mondhatnám volna persze orvost is. Jézus azonban nem csak a gúnyt és a kritikát tapasztalta meg élete legnehezebb órájában, hanem a szolidaritást is. A másik lató kiállt mellette, sőt, rábízta életét, pontosabban örök életét. És ha mi fájlalóan hiányoljuk az ilyen kiállást, kérdezzük meg magunkat. És te kiálltál testvéred mellett? Amikor legjobban szüksége volt rád?